Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves megjelenteket Puskás Öcsi szoboravató ünnepségen. És hát szeretnénk, hogy egy sokáig emlékezetes és szép pillanatokat töltsünk együtt, ezért egy nagyon picit rendhagyó módon, különösen a fiataloknak szeretném a segítségét kérni, hogyha netán az ünnepség kapcsán gólt hallanának, vagy olyan pillanatokat, amiért érdemes tapsolni, egy kicsit lelkesedni, akkor tegyék meg. Hölgyeim és uraim, Puskás Ferenc szobrának avatására gyűltünk most össze. Puskás Ferencére, aki az évszázad góljának szerzője, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, az aranycsapat kapitánya, a nemzet sportolója, a 20. század legjobb európai játékosa, a Budapesti Honvéd és a Real Madrid meghatározó egyénisége, aki hírnevét nem csak a futballnak köszönhette, hiszen emberileg is a legnagyobbak közé tartozott. Az egész ember csupa nemes lelkűség, mindig bőkezű volt azzal, aki tőle valamit kért. Elsőként hallgassuk meg, hogyan nyilatkozott róla Rajan Taylor, az angliai Puskás könyv írója. Amikor játszott, az intelligenciája rendkívül erős volt. Ahhoz, hogy valaki világhírű játékos legyen, nagyon okosnak kell lenni, mert a szellemnek és a testnek együtt kell működnie épp a legnagyobb ellenféllel szemben. Azt mondta, hogy a játékon nem volt tele trükkel. Ő az egyszerű dolgokat szerette, nem bűvészkedett a labdával, amikor focizott. De ha nem cseleztem volna, mondta, Billy Bright felrúgott volna a nézőtérig. Ezért nekem a labdával együtt kellett elmenekülni előle. És ő olyat produkált, amire, aki ebben az országban él, mindenki emlékszik. Ő egy futball alkimista. Amikor ő megérkezik, mindenkinek feljavul a játéka. Ez olyan, mint egy varázslatos tulajdonság, mi úgy mondjuk, hogy katalizátor. Nos, ő ilyen játékos volt. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az ünneplőket, szoboravatókat, és engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem körünkben
Farkas Sándor országgyűlési képviselő urat. Szilvik Imre urat, Szentesváros polgármesterét. Dr. Tóth Flórián urat, Szentes járási hivatal vezetőjét. Ifjabb Orosz Pál urat, az FTC vezérigazgatóját. Szurgent Lajos urat, a Budapest Honvéd képviselőjét. Ifjabb Bujdár Sándor urat, volt válogatott labdarúgónkat. Rizskó Gézát, az MTV a sport főszerkesztőjét. Dr. Csíki László, szobrász urat, Szentesváros díszpolgárát. Szentesváros képviselő testületének és sportbizottságának megjelent tagjait. A 100 éves Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egyesület megjelent vezetőit és tagjait. Az ugyancsak 100 éves Bácska-Topolyai Labdarúgó Egyesület delegációját. A Szentesi Farkasok Utánpótlás Sportegyesület delegációját. A Szentesi Junior FC megjelent képviselőit. Tisztelettel köszöntöm a sajtóképviselőit és a megjelent szurkolókat, érdeklődőket. Hölgyeim és uraim, következik az első félidő. Egészen magasból meg lehet állapítani. Úgy láttam, hogy Puskás Ferenc volt az, aki választott. Egy pillanatban lábára emeli a fehér labdát. Egy-kettőt bekázik vele, megállítja, aztán ott fordal gyűlni hátrafelé Tibornak. Tibor megállítja szintén a térdén, a közönség nagy izgalommal figyeli már most ezeket a bemelegítő mozgásokat. Hátra kerül most a labda hidegkutyhoz, és aztán a játékvezető középre rendeli a labdát és a játékosokat, és a magyar csapat kezdi meg néhány pillanat múlva a 700-as nagy mérkőzését, a Magyarország-Anglia találkozót. Hölgyeim és uraim, az első félidőben felkérem Szilvik Imre polgármester urat köszöntőinek megtartására. Tisztelt sportbarátok, hölgyeim és uraim! Szívesebben hallgatnám Szepesi György közvetítését, hisz akkor, amikor a mérkőzés zajlott, alig 2 hónapos csecsemő voltam. Sokan, ha körbenézzünk, nem csak történelemből és hangszalagról és filmszalagról tudjuk mindazt, amit most Puskás Ferenc emlékezete elénk idéz. És de jó lenne hallani, ha nem is Szepesi György, de a mai rádió és tévé riporterek kapcsán újabb és újabb hasonló közvetítéseket. Akkor, amikor Csiki László szobrát megláttam, akkor eldöntöttük, ennek itt kell állnia. Nem csak azért kell itt állnia, mert egy szentesi alkotó, világhírű embert ábrázoló jó szobráról van szó, hanem azért, mert 100 esztendeje a szentesi kinizsi jubileumát is ünnepelve végig gondolhatjuk, hány és hány ezer fiatal jött le ezen a pályára, ha úgy tetszik kezébe venni a labdát, és álmodni arról, hogy egyszer majd az olimpiai és a világbajnoki döntőn neki fog szólni a himnusz. A himnusz utolsó akkordjai után neki tombol a közönség, hogy hajrá magyarok, s űzi előre a siker felé. És akkor döntöttük el, hogy itt álljon a szobor. Azért, hogy a következő évek és évtizedek fiataljai lássák maguk előtt, hogy el lehet indulni valahol a város széléről, és el lehet jutni a világ tetejére, tehetséggel, mindennapi edzéssel, munkával, eltökéltséggel. És engedjék meg, hogy ha már az első félidőről van szó, én a harmadik félidőre is emlékezzek. Arra a Puskás Ferencre, aki világsztárként 56-57 fordulóján csalódottan keringett Európába. Felszedett 18 kilót, leírták. És akkor, mikor esélyt kapott, hogy a Real Madrid játékosa lehet, akkor ez az ember, elfelejtővén mindazt, ami előtte, mint történelem megélten övé volt, nekiállt, edzett, izzadt, küzdött, és a második virágkorát, a világsztárt is megalkotta. Azért szeretném, ha ez a szobor minden fiatalt arra ösztökélne, hogy a pálya nem mindig egyenes. Vannak törései, vannak mélypontjai,
vannak a legnagyobbak számára is krízispontjai, de ki lehet belőle jönni. Dolgozva, akarva, küzdve, segítő barátokat maguk mellé véve újra a csúcsokra. A 6-3-nak néhány nap múlva a 60 esztendős évfordulóját ünnepeljük. Emlékezünk és álmodunk arról, hogy a magyar labdarúgás újra a csúcsokra jusson el. És kinek a példáját kövessük akkor, ha nem azért az emberét, aki a csúcsra, a mélyből újra a csúcsra jutva a világ tetejére érkezett. Akinek bárhol is van a világon, ha szólt, hogy magyar, a válasz az, hogy Puskás Pancsó? Igen. Hát szentesen is legyen az a válasz minden fiatalnak. Lásd a célt, akard a célt, hogy te is közelébe juthass Puskás Ferencnek. Mert nekünk ő a Puskás Feri, a világnak meg a Pancsó. Álljon itt a szobra minden fiatal céljaiként, a város tiszteleteként, és a város, a sportváros célkitűzéseként. Köszönöm a figyelmet. Eltakarító rúgása után Puskás Májt lába között gurítja el a labdát. Ellenállhatatlanul tör előre a magyar csapat bal összekötőben. Lerázza a hangolt védőket, ott járt már a 16-os közelébe. Most egy pillanatra fölnéz, majd átszíven a másik oldala, hogy megtakarítja a labdát, kidekügyi rám a lövés, és az előtt elhúz. Kapuja mellett, nem baj, nem baj, nem tovább. És újra ott van Puskás Májt a labda, lövés, gól! Nagyszerű velek Puskás gól, és vége a félidőnek. A labda is, a két csapat is pihenőre tér. Hát hölgyeim és uraim, hogy elszállt az idő, már is elérkeztünk az első félidő végére, amíg a szünetben a csapatok pihennek, addig hallgassuk meg Rizskó Géza urat, az MTVA Sport főszerkesztőjét, gondolatait a szoborról és annak alkotójáról. Tisztelettel köszöntjük. Sok szeretettel köszöntök mindenkit szentesen. Mielőtt az alkotóról szólnék néhány szót, engedjék meg, hogy néhány mondatot, gondolatot ejtsek Puskás öcsiről, úgyis, mint olyan újságíró, aki sok anyagot készítettem vele személyesen, és ismertem. Amikor eleinte először hallottam Lóra gyerekként, és láttam is játszani, akkor nem hittem, hogy egy géniusz él közöttünk, és egy géniusz fejlődik majd kis szemünk láttára. Amikor elment, és el kellett hagyni az országot valójában önszántából, de ugyanakkor az igazság mellett döntött, amikor úgy gondolta, hogy megpróbálja az új életet, akkori viszonyokat tekintve igazabb körülmények között, és vállalta a kihívást. Amikor azt mondom, hogy hős, hogy bátorság, hogy hazafiság, nekem ő öcsi, Puskás Ferenc, akiről és a játékáról túl sokat nem szeretnék mondani, mindannyian tudjuk ős tetteit, és mindannyian tudjuk, hogy ki volt ő. Ugyanakkor önmaga döntött a bátorság és a hazafiság mellett, amikor először hazajött 1981-ben, és az akkori viszonyok közepette is vállalta, még olyan hangok is voltak, hiszen napilapnál dolgozó újságíró voltam, hogy baj is történhet vele. Mindez persze nem következett be, és azt igazolta, hogy az akkori időben már Puskás öcsi Magyarországon pályára léphetett. Amikor úgy döntött, hogy 1991-ben, hogy Magyarországot választja, és visszatér közénk, akkor azon gondolkoztam, hogy ő az az ember, aki bárhol érhetett volna a világon, bármit megtetett volna, mégis Magyarországot választotta, bennünket választott, és ez számomra példamutató a mai napig. És akkor elérkezünk oda, hogy befogadtuk őt, ő is befogadott bennünket, mindannyian szerettük, jött a halálos kóra, halálos betegség, elbúcsúztunk tőle, magam is voltam a szobájába, és fejhajtás az egész ország részéről, amikor Puskás öcsi végleg elment közülünk. Az én apósom Géczi Lajos NB1-es labdarúgó bíró volt itt Szentesen, annyiban emlékezem ő rá, hogy sokat volt ezen a pályán, sok mérkőzést vezetett sok helyütt. Ugyanakkor megkérdeztem éppen polgármester urat, hogy tudja-e, hogy Puskás öcsi valaha játszott-e Szentesen, mert én úgy tudom, hogy nem. Ő is megerősített engem ebben, talán Szegeden járt. És most azt hiszem ez az a pillanat, amikor mindenképp
be kell fogadnunk őt itt Szentesen, és a város büszke lehet arra, hogy egy ilyen fantasztikus alkotást egyrészt támogatott, másrészt megvalósított. És itt térnék rá arra az emberre, aki Szentesen ismert, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak itt Szentesen, hanem az egész világon. Dr. Csiky Lászlót én 40 éve ismerem, akkoriban még dobóatléta volt, nehéz atléta, és nagyon érdekes dolgokat beszélgetett velem. Én eleinte nem is tudtam, hogy ő orvos, akkor a Csongrád megyei Hírlapnál dolgoztam, és utána kialakult kettőnk között egy fura viszony, ami arról szólt, hogy egy orvos és egy sportoló. Utána elveszítettük egymást hosszú időre, még nem figyeltem pályafutását, és nem döbbenten, hanem nagy örömmel láttam, hogy innen Szentesről székely erdei gyökerekkel valaki nem adja föl, nem adja meg magát, hanem a tehetségét tudja érvényesíteni. Úgymond kisvárosból nagy életet, nagy életutat futott be. Amikor újabban hallottam róla, hogy különböző híres emberekről groteszk anyagokat készít, megnéztem munkaközben is, ismertem az alkotásait, és egyszer csak feltűnt, hogy Kínába olyan nagy megbecsülésben részesül, meg annyi kitüntetése mellett, amire szintén fölkaptam a fejem. És amikor egy 8 milliós kínai városban díszpolgárrá választották, akkor úgy voltam vele, hogy megint csak Szentes, megint csak magyar, megint csak nemzet, és egy ember, aki világhírnévre tett szert, illetve még nagyobb jövő előtt állhat. Beszélgettem vele Puskás öcsiről, és bocsánat a személyes kitérőért, de én is valahol válogatott sportoló voltam, testnevelő tanár vagyok. Nem tudtam elképzelni, hogy ezt a mozdulatot, amit itt látunk, hogy fogja ő megalkotni, hogy fogja megvalósítani. És aztán, amikor megtudtam, hogy közel 3500 rugást végzett, hogy keresett ugyan labdarúgókat, de olyan ballábas nem, aki ezt meg tudta volna valósítani, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hogy is van ez, hogy dobóatléta, hogy orvos, hogy plasztika, hogy bronzszobor, és rájöttem arra, hogy mindennek az alapja nem a tehetség, hanem a gyakorlás. Puskás öcsi egy fantasztikus tehetség volt, de a világhírű edzők, sportemberek azt mondják, hogy a tehetség önmagában kevés, a tehetség az a szorgalomnak a gyümölcse. Ha csak Mozartról ejtünk egy-két szót, aki szintén naponta 8-10 órát zongorázott ahhoz, hogy a tehetségét felszínre tudja hozni, akkor azt gondolom, hogy ilyen gyakorlás, ambíció nélkül soha nem láthattuk volna itt ezt a szobrot Szentesen. Lacit engedjék meg, hogy így szólítsam, nagyra becsülésem jelöl, igazi művésznek tartom, olyan embernek, aki olyan szobrot adott így Szentesnek, a városnak, és az egész magyar sportnak, és az egész magyar közéletnek, amely szintén nagyon-nagyon tiszteltet érdemel. Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy változás történt a sport kulturális részében Magyarországon az elmúlt néhány évben, és csak azért említem meg, mert tegnap előtt az ezüstgyerek pályázaton adtam át zsűri elnökként különböző díjakat, és azt kell, hogy mondjam, hogy festészetben, szobrászatban, fotóban, filmben egy óriási fejlődés közepette vagyunk, és külön öröm számomra, mert családi szálak is kötnek Szenteshez, hogy ebben a városban megépült, illetve elkészült ez a gyönyörű szobor, és engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, hogy ezt a szobrot nagyon szeressék, nagyon vigyázzanak rá, ugyanezt tudom mondani Csiky Lászlóra is, hogy amíg itt és Szentesen, és nyilvánvalóan így lesz, mert évtizedek óta itt van, nem csak szobrásznak kíván, hanem orvosnak is, ha találkoznak vele, szorítsák meg a kezét, mert látszik a szobron, hogy micsoda értelemmel és micsoda szeretettel készített el. Én köszönöm, hogy itt megjelentek, és azt mondja, elképesen fogadjuk el, hogy Puskás öcsi ugye hazatért 91-ben, de 2013-ban megérkezett ide Szentesre. Én, ha erre járok, mindig meg fogom látogatni a szobrot, és polgármester úr említette, de ne felejtsünk el egy jeles dátumot, hogy november 25-én lesz a 63-nak a 60. évfordulója, amelyet a Duna Televízió egészen kiemelten kezel. Nyomon követtük ennek a szobornak az elkészítését a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban is, és őszintén hiszem, hogy ez a 63-as film levetítése, amit 88 perc maga a mérkőzés időtartalma, Szepesi György narrációjával, élő felvétel a BBC-től vásároltuk meg. Ez méltó megünneplése lesz szintén ennek. Még egyet mondanék, mert Szepesi György reményeink szerint ott lesz azon a
az eseményen nagyon készült, hogy jön ide Szentesre, de úgy gondolom, hogy a egészségi állapota ezt most nem tette lehetővé. És még egyet mondanék, külön aktuális a dátum. Én magam azon gondolkoztam, hogy milyen pehjem van, hogy ma van Szolnokon egy úszodalvató, de nagy öröm. Szászhalombattán ma van a Hall of Fame, az úszóknak egy beiktatása, nagy öröm. Szentesen Puskás szobor, nagy öröm. Csiki László alkotásaként pedig dicsőség, hogy a városhoz került. És van egy szomorú dátum viszont, és lehet, hogy kötődik is ez a nap ehhez, hiszen holnap lesz 7 éve, hogy Puskás öcsi itt hagyott bennünket örökre, és mégsem örökre, mert a bronz az hosszú életű, úgyhogy szerintem egy szép emléket állított így a város, és mindazoknak köszönet elsőként a szobrászművész úrnak, akik ezt megvalósították, lehetővé tették. Köszönöm figyelmüket, és élvezzék, szeressék a szobrot és az alkotót. Köszönöm szépen! Kezdődik a képzeletbeli második félidő, és engedjék meg, hogy felkérjem gondolatainak tolmácsolására azt a nagyszerű sportembert, aki itt van körünkben, Szentesváros szülötte, büszkesége, egykori válogatott, magyar válogatott labdarúgó kapus, Gulyás Sándort fogadják szeretettel. Csókolom, jó napot kívánok! Kicsit meghatott vagyok, megmondom őszintén, nagyon jól esett a meghívás. A másik része a dolognak az, hogy arról beszélt a polgármester úr, hogy a fiatalok az álmaikat megvalósítják. Kicsit elérzékenyültem, elnézést. Hát én is itt álmodtam Szentesen, és az, hogy öcsi bácsiig eljutottam, tehát az én álmaim is innen indultak el. És soha nem gondoltam volna, hogy eljutok oda, hova lehetőségem volt, és eljutottam. Öcsi bácsit Madridba ismertem meg, egy spanyol-magyar válogatott mérkőzés előtt, ami Alicantéban volt, de előtte mi a Real Madridnak az edzőpályáján edzettünk, és oda jött ki az öcsi bácsi meglátogatni minket, az egész válogatott csapatot, és a Baróti Lajos bácsi mutatta be a játékosoknak. Utána az élet, akkor Honvédben dolgoztam, és mikor az öcsi bácsi hazajött, akkor sokszor kijött a Honvéd meccsekre, és ott is sokat találkoztunk. Aztán a harmadik találkozásunk az volt, amikor beteg volt és kórházban volt, akkor nekem pont volt egy éttermem, és vagy 4-5-ször az ápolója kihozta hozzám, és örülött neki, hogy vendégül láthattam. Visszatérve ahhoz, hogy minden fiatalnak ez a szobor lesz a lehet, tehát maga mutatja, a bal lábával mutatja az öcsi bácsi, hogy hova el lehet jutni a világ tetejére. Úgyhogy a világ tetejére nem jutottam el, de nagyon messze jutottam, és azt hiszem, ez példakép lehet a gyerekeknek is, hogy érdemes fotballozni, hát a világ legszebb játéka számomra, és érdemes már gyerekkorban nagyon komolyan venni, amit csinál az ember, mert utána a futball olyan értékeket, olyan ajándékokat ad az embernek, amit egyszerűen nem lehet visszaadni. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy rám gondoltak. Gratulálok a szobrász mester úrnak, mert ahogy megnéztük a Szurgent Lajos barátommal, aki a Honvédból jött, megnéztük a szobrot, hát egyből éreztük, hogy mintha öcsi bácsi itt lenne mellettünk. Nagyszerű ember volt, nagyon közvetlen ember volt, amikor leszálltunk a buszról Madridba, annyit mondott a Baróti Lajos bácsinak, hogy Lajos bácsi, hát hagyj igyanak már gyerekek egy fröccsöt. Ezt tudnélik, hogy az öcsi bácsi nagyon szeretett már a vége felett kicsit fröccsözni, de csodálatos ember volt, nagyszerű humora volt, és viszont egyenes volt, bármi nem tetszett, mindenkinek azt szépen a szemébe mondta. Úgyhogy még egyszer köszönöm a meghívást, nagyon jó eső érzés volt, hogy hazajöhettem, és még egyszer gratulálok a Csiki úrnak, hogy ilyen nagyszerű alkotással gazdagította a Szentes városát. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, és miután Hemingway úr, a Honvéd elnöke nem tudott személyesen megjelenni, de Szurgent Lajos úr képviseletében
a Honvéd emlékkoszorúját elküldte, és ez következne most, illetve akinél bármilyen olyan emlékdolog van, amit szeretne elhelyezni, koszorút, virágot, az ebben a szakaszában a műsornak megteheti. Biztos vagyok abban, hogyha itt lehetne körünkben Puskás Ferenc, akkor már kezdeményezni, hogy focizzunk már, legyen már egy kis foci. Úgyhogy kérek szépen még egy szép gólt, egy emlékezetes momentumot. Megszerezte a labdát, Luzánszkinak adja. Luzánszki laposan Puskáshoz játszik. Puskás a magyar csapat térfeléről indul el a labdával. Laposan befelé gurítja Kocsisét. Kocsis laposan Zavál adja Kocsiknak. Kocsik laposan Hidegkutinak. Hidegkuti laposan Budainak. Micsoda gyönyörű akció. Budai Tibornak adja, ki a jobb szélső helyére húzódik. Tibor most befelével laposan Puskás elhúzza Rájt mellett a labdát, balon lő, gól! Az évszázad mérkőzésén az évszázad legszebb gólja. Magyar,